è la riproduzione del monumento Sforza fatto da Leonardo. Ez a ló Leonardo tervei alapján készült, a mester terveinek pontos méretarányos megvalósítása, úgy, ahogy ő elképzelte. Ő agyagból elkészítette, ugyanám azt összetörték. Leonardo all'interno del diciamo del castello Sforza. Il cavallo è alto quasi 7 metri, io dico dal livello terra alla punta dell'orecchio. A földtől a füle csúcsáig 7 méter magas, tehát körülbelül egy igazi ló méreteinek a négyszeresével bír, de Leonardo elképzelése szerint ez a mű sokkal nagyobb is lett volna, hiszen ő egy lovast is elképzelt rá. E nell'idea di Leonardo il monumento avrebbe dovuto essere ancora più grande perché doveva ospitare un cavaliere. Noi siamo una squadra mandata qui da Opera e niente, siamo quattro persone. Mi Firenzéből érkeztünk, hogy a Leonardo kiállítás grandiózus mementójaként összeállítsuk ezt a művet. Én Massimiliano vagyok, Iván Emanuel és Lupi barátom építjük ezt a lovat. Egy hétig vagyunk itt Pécsett, ez alatt építjük fel a szobrot. Abbiamo questa settimana, andremo via nel weekend per finire il cavallo. La sua grandezza è fatta proprio apposta per richiamare l'attenzione per un evento che è molto importante perché fa vedere proprio nagyon fontos szerintem, hogy itt felállítjuk most ezt a szobrot, amerre a kiállítás jár a világon, ezt mindig megtesszük, és az emberek nagyon szeretik. Ez a monumentális ló, úgy hiszük, szimbolizálja Leonardo műveit és az ő képzelőerejének a nagyságát, hiszen más műve is hasonló dimenzióban készült. Sajnos ez a ló sosem készült el, mert a technika még nem volt olyan fejlett, hogy például részből kiöntsék, később pedig a Firenzét sújtó háború megölte a művészetet. Andare sulla luna. Naturalmente, io credo che questa mostra sia molto importante. Nagy örömmel hívom meg a pécsieket ide a lóhoz is, és a kiállításra is, hiszen nagyon jól dokumentálják Leonardo munkásságát. Nagyon fontos kiállításról van szó, és biztos vagyok benne, hogy azok, akik elmennek, majd örülni fognak az élménynek. Io credo che fanno bene a vedere questa mostra e ne rimarranno pienamente soddisfatti.